Üdvözlök mindenkit, Vörösbé Zoltán vagyok. A Szegedi Nemzeti Színház az épületének téli bezárása idején a Pi Klubban próbálja legújabb bemutatóját, a Hegedűs a háztetőn című darabot. Erről és egyéb aktualitásokról is beszélgettem Barnák László főigazgatóval. Érdekes helyszínen próbál a Szegedi Nemzeti Színház, itt a Pi Klubban, hiszen a színház most zárva van. Hogyan folynak a próbák ilyenkor? Ez már a harmadik év, hogy a színház kapuit be kellett zárni jelképesen, mert azért a munka továbbra is folyik. Most éppen itt a PIK jóvoltából, abban a PIK épületben, ahol régen a múzeumuk, az éttermük üzemelt. Itt fönt van egy tánciskola, egy csodálatos balettermekkel, vagy táncteremmel, ahol egyrészt a tánckarunk tud folyamatosan gyakorolni, másrészt pedig a tánckarral, az énekkarral, a színművészeinkkel tudjuk próbálni a Hegedűs a háztetőnt, aminek március közepére terveztük a bemutatóját. Emellett a kooperáló is, mint színházpedagógiai alkotótér, a motivációs műhely helységébe költözött. Az énekarunk egy szegedi középiskola egyik énektermében tud esténként próbálni és dolgozni. A munkatársaink egy része pedig az NGS által kirendelésen más területeken végez akár hőmérési folyamatokat, vagy akár karbantartási munkákat. Tehát meg tudtuk azt oldani, hogy a zárás idején is folyamatos legyen a munka. Igaz, hogy volt 2 hét szabadság, pihenés, elég sűrű év áll mögöttünk, amit úgy gondolom, hogy sikerrel zártunk. Egyrészt ugye gazdaságilag is abszolút stabilan működik az intézmény, másrészt a nézők nagyon sok előadásunkat látogatták, rengeteg jegyet vásároltak, nem csak a színházban, hanem a szabadtéri játékokra is, tehát a nézők jegyvásárlási kedve az töretlen, és ez nagyon nagy öröm, hiszen ez a jegyvásárlás, ez nekünk erőt ad és támogatja a mi munkánkat. És hát az előadások is sikeresek voltak ebben a fél évadban, legalábbis az évad első felében. Így van, egy nagyon sokszínű repertoárral készültünk, ezt általában minden évről el lehet mondani, de azt gondolom, hogy ennek az 5 éves ciklusnak, ha lehet ezt mondani, hiszen nem sokára ez le fog járni, az egyik legjobban összerakott évada, abból a szempontból, hogy a Nagyszínházban egy prózai előadással tudtunk kezdeni, hogy zenés vígjátékunk van a kis színházban, hogy operettel készültünk az év vége előtt, hogy kortárs magyar ősbemutatónk volt, hogy rengeteg magyar szerző műve van most a színlapunkon, készülünk egy musicalre, előttünk van még a Rokonok, a Kakukkfészek bemutatója, 2 kortárs balett bemutató és még egy opera bemutató, és mi voltunk az egyedüli olyan vidéki társulat, vidéki nemzeti színház, akik operát is bemutattak, a Bűvös vadászt ugye az őszi időszakban. Tehát nagyon sok szempontból picit még ki is lógtunk pozitív irányba a magyar színházi palettáról, és a nézők ezért hálásak, és nagyon nagy lelkesedéssel vásárolják a jegyeket, úgyhogy nagyon örülünk annak, hogy válsághelyzetből válsághelyzetbe átugorva is tudjuk folytatni a munkánkat, és ennek ilyen nagy keletje van. Egy nagyon aktuális témáról van szó, hiszen egy közösség tagjait ugye Ukrajnában játszódott ez az elképzelt történet, ahol az oroszok elkergették a helyi lakosokat. Ennek azért van egy analógiája itt a szomszédunkban is. Egyfelől, másfelől mi is egy picit ebben a cipőben vagyunk, hogy nem tudunk az otthonunkban, a színházunkban dolgozni, kényszerből ugye távoznunk kellett onnan. Nekünk az a szerencsénk, hogy mi vissza tudunk térni, és be tudjuk mutatni azt, hogy ezzel a remek társulattal, hogy tudunk egy ilyen igazi klasszikus, nagyszínpadi, nagy musicalt bemutatni, a Szegedi Szimfonikus Zenekar együttműködésével, hiszen ők fognak ugye az árokban zenélni. A főszerepet most Király Levente és Gregor József után Borovics Tamás, az egyik legszegedibb művész, az egyik legdíjazottabb művészünk fogja életre hívni. Mind a közönség, mind a szakma szempontjából egy nagyon elismert helyzetben van ő is, de nagyon örülök annak, hogy a társulat szinte egésze részt tud venni ebben a produkcióban, ami egyrészt közösségileg is egy összekovácsoló erő. Körülbelül hány fő dolgozik most ezen a produkción? Hát ha azt nézem, hogy van egy 32 fős énekarunk, 17 fős tánckarunk, a színészek közül is nagyon sokan benne vannak, hát minimum 50-60 ember, plusz hogyha hozzájuk veszem azt, hogy a műszaki kollégák a színfalak mögött is segítik a munkánkat, akkor azért a zenekarral együtt hát gyakorlatilag 150 embernek legalább a munkája benne van, vagy benne lesz ebben a bemutatóban. Egy ikonikus darabról van szó, hogyan fogtatok neki a munkának, hiszen azért a szegediek emlékeiben még mindig él a régi klasszikus előadás, ami a Szegedi Nemzeti Színházhoz kötődik, és hát a szegedi szabadtéri játékokon is látható volt ez a darab.
Így van, hát alapvetés az, hogy a jelenre reflektálva, de a jövőnek csinálunk színházat, tehát nem nagyon tekintünk vissza a hagyományokra. Örülünk annak, hogy ilyen sikere volt ennek a darabnak, akár a színházban, akár a szabadtérin, de mi a mostani szereplőkkel és a jelen nézőinek készítjük ezt az előadást. Szeretnénk egy nagyon közvetlen hangulatú produkciót csinálni, hogy azt érezzék a nézők, hogy nagyon is közük van ehhez a közösséghez, hogy akár a résztvevői lehetnének ennek a közösségnek, és megpróbálunk így egy olyan hatást elérni, ami egy picit megnevetteti, de meg is síratja majd az előadás nézőit. Az elmúlt néhány percben Barnák Lászlóval, a Szegedi Nemzeti Színház főigazgatójával beszélgettünk. Vörösby Zoltánt hallották, éljenek jól, viszont látásra, viszont hallásra.